Nyírbátorváros önkormányzata folyamatosan várja azokat, akik igénybe szeretnék venni az első lakáshoz jutóknak járó önkormányzati visszanemtérítendő segítséget, ezt a fajta támogatást. Mik a legfontosabb feltételek, amikre figyelni kell? Első lakáshoz jutók támogatására az a fiatal egyedülálló vagy fiatal pár jogosult, aki Nyírbátor közigazgatási területén vásárolja meg vagy építi meg első lakását. A kérelem benyújtását megelőzően legalább két éves állandó Nyírbátori lakcímmel kell rendelkezni, illetve a kérelem benyújtását megelőző két és fél éven belül legalább egy éves munkaviszonnyal és két éves társadalombiztosítási jogviszonyjal kell rendelkezni, illetve köztartozásmentesnek és büntetlen előéletű. Kell lennie. Milyen időpontokra kell figyelni, hogyha valakinek az életébe eljön az az időszak, hogy valóban tud vásárolni ingatlant? Már az adásvételi szerződés aláírását követően tudják a támogatási igényüket igényelni. Az adásvételi szerződés aláírását követő 45 napon belül már be kell nyújtani a támogatási igényt ide a polgármesteri hivatalba, vagy ugye ha építkezésről van szó, akkor az építési napló megnyitását követő 45 napon belül, illetőleg esetleg, ha valaki árverésen szerzi az ingatlanát, akkor az árverési jegyzőkönyv aláírását követő 45 napon belül. Ez a a határidő nagyon fontos, mert hogyha 45 napon belül nem igényli a kérelmező, akkor már nem fogja tudni később ezt az igényét érvényesíteni. Ezeket az információkat egyébként leírva elolvashatják-e valahol az érdeklődők? Természetesen a város honlapján fent van a helyi rendelet is, ami részletesen szabályozza a feltételeket, illetőleg ugye a Facebook oldalon is próbáljuk folyamatosan közzétenni az információkat.